És ezen a kellemes tavaszias napon bringás adást fogunk forgatni, és a bringás adásokat sosem egyedül, hello, hanem... Hello, Robival közösen. Nézd, milyen diszkrét kis városi autóval megyünk. De mi? Ez a Kodiak? Szóval, hogy ez a spéci verziója a Skodának, ami agyon van díszítve, és ami belül van, az olyan, mint egy nappali, konkrétan. De ez kívülről is bika. A Skodák legnagyobb bika. Na, és a mai nap az egy spéci nap abból a szempontból, hogy bár bringás adást készítünk, zárt térben történik majd a forgatás, ami meglehetősen szembe megy a sorozat eddigi jellegével, hiszen bringázni általában az emberek azok szabadban szoktak, de most van egy ilyen őrületes motocross verseny Budapesten, és most döbbenten nézel, de mi nem a motocross nézzük meg, hanem a triált, ami a motocrosst felvezeti, vagy a szünetében. Szóval, hogy érted, hogy mindenféle ilyen kétkerekű izé majd megtörténik itt a színpadon, és ezek közül az egyik a triál lesz, nem is akárkivel, hanem Hegével, aki nem kevesebb, mint két Guinness díjjal is rendelkezik. Aha. Figyelj, most miért jöttünk ide be? Valamit akarsz még venni előtte, vagy mi? Szóval, hogy az van, hogy egy kínos kis nüansz, hogy eljöttünk az arénába, mert hogy ugye nyilvánvalóan itt van a bajnokság. Gondoltam én, mire Robi megkérdezte, hogy miért jöttünk ide, és mondtam, hogy hát azért, mert itt van a bajnokság, de mondta, hogy nem, az az aréna arénában van, és nem az aréna plázában, úgyhogy most menjünk egy kicsi kört, ismerkedünk a helyszínnel. Látod, hogy itt ilyen kékek az oszlopok, de utána rögtön jönnek a sárgák, ez milyen egy ilyen érdekes dolog. És milyen, fehér autók állhatnak? Csak, igen, és hogyha ezt megtekintettük, akkor... Nem szólt senki se hozzád, Siri. Szóval, hogy egyre kínosabb ez a... Milyen szép a színeknek az a harmóniája. A nagyon szép, a fehér-zöld és a piros, ugye? De nem fehér-zöld, hanem nem fehér-zöld és piros, hanem ja, hogy piros-fehér-zöld! Ismerős volt valahol. Ugye, hogy az olaszok, igen, hiába, az olaszok. Hát itt a magyar zászló, várjál. Piros-fehér-zöld, ez a magyar bokor. Én bírom a triált, én régen próbálkoztam vele. És meddig jutottál? A pedálból ugrás az még ment. Aztán az micsoda? Az a... Felugrasz a pedálon? Ráállsz a pedálra és felugrasz róla? És felemeled hátsó kerékre, felhúzod, és akkor tudsz felugrani mondjuk a pingpongasztalra, vagy ilyesmi. Most éppen Hegére várunk, akiről még azt kell tudni, hogy 21-szeres magyar bajnok, és éppen elvégezte a gyakorlatokat, mármint a bemelegítést, hogy másfél óra múlva színpadra álljon, és itt is jön további bemelegítés részeként. Hello! Csaba! Hegedűs Laci! Köszönjük, hogy jöttél értünk! Majd így! Kovácsolvisszél! Ezzel az ebben lépünk? Igen, gyertek! Gyertek, mert lefagyok! Köszönjük szépen, bro! Világjegy! Világjegy! Tudják ki az elsőbségem! Ezeket szólt! Ennyi csak! Az operatőr úrnak! Ez itt egy bemelegítő pálya, itt vannak a triálmotorok, amikkel a srácok fognak versenyezni. Elképesztő durva, tényleg a világ legjobb motorversenyzői érkeztek most ide a Pablászlóba. A mi feladatunk az lesz, hogy bringával a motortriál pályákon próbáljunk meg érvényesülni. Mert az nehéz. Ami nekünk egy nagyon nagy kihívás, persze, ugye alapvetően a motorokon ott van a gáz, ami hatalmas segítség, amikor elrugaszkodásról van szó, de nekünk triálbringával gyakorlatilag csak is kizárólag a gumi rugalmassága mondjuk egy olyan 5%-ban, és 95%-ban pedig maga az ember, tehát hogy mi így a fizika és gravitáció határait igyekszünk fenyegetni. Gép az ember ellen. És ki fogunk lesni oda, ahol majd a közönség lesz, és nagyon durva innen kinézni oda. Valószínűleg most fénypróba van, igen. Lesünk csak ki? Figyú. Gyertek! Olyan, mint egy ilyen hatalmas WC-papír gurigák lennének, hogy ilyen tudományos hátteret is szolgáltassuk. Na hát ilyet mi nem hallottam soha. Egy az egybe. Tehát itt úgy képzeljétek el, hogy egy rossz mozdulat és... Törés. Törés vagy hatalmas bukás. Tehát fejben nagyon ott kell lenned, ezért is mondják azt, hogy a triál valójában így a mentális képességek sportja is, nem csak a fizikumról szól, sokkal inkább arról, hogy fejben mit tudsz összerakni. Először bemegyünk az öltözőbe, bepakolunk, megbeszéljük, hogy pontosan okay. Hogy mint lesz a forgatókönyv, és utána nekiugorhatunk a dolgoknak. Csináljuk! Yeah! Ezzel megyünk ki, hogy ha akarja a Csaba kipróbálnak, hogy nyilvánvalóan... Akarja a hóhér. De hogy figyelj, nekem úgy van nyerek hiánya, hogy csak leszették szólok a nyerget, hanem hogy sose volt neki, látom, még luk sincsen. Ez lesz a legveszélyesebb bringás bemutatód eddig. Csak tényleg? Mondom, persze. Na, motoros őrültek már megjöttek, ez kell valamennyi elmebaj szerintem. Persze, ahhoz is, amit Hege csinál.
Alapvetően maga a triál az 13 évesen érintett meg annyira, hogy azt mondjam, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és semmi más célom nem volt, csak az, hogy a lehető legjobb triálos legyek. Nyilvánvalóan ez később szökösült bennem. Az elején az volt, hogy imádtam minden egyes percét, és azt vártam az iskolában, hogy mikor érek haza, és mikor mehetek kitekerni. Tehát ugye én ezt hívom szenvedélynek, amikor itt állunk, és beszélgetünk, én 29 vagyok, tudom azt, hogy 13 évesen kezdtem el, és mind a mai napig ugyannyira motivált vagyok, mint az elején. Egyszerűen és gyakorlatilag megvalósítottad az álmodat, nem? Tehát 13 évesen vártad, hogy délután mersé bringázni, most meg ebből élsz. És tele vagy rekordokkal, meg mi egymással. Így van, nagyon szerencsésnek gondolom ezt a helyzetet, és tényleg az egész életemért hálás vagyok, valamint a szüleimnek a támogatásért, hiszen amikor 13 éves vagy, még nem rendelkezel önálló keresettel, és nem tudod magadnak finanszírozni a kerékpársportot. Ez, amit te csinálsz, ez nem a legbiztonságosabb sportág a világon, azt gondolom. Mondjuk mit egy sakkhoz képest, a sakkal sokkal kisebb kockázatokkal jár. Igen, minden laikus ezt gondolná, de... De? Képzeld el, hogy egy triál versenyen jelentősen kevesebben sérülnek meg, mint mondjuk egy kézilabda vagy foci mérkőzésen. Nem azért meg kevesebben vannak egy triál versenyen? Nincsenek kevesebben. 5-6 év után már úgy állsz rá a bringádra, hogy teljes mértékben ki tudod zárni a külvilágot. Amikor elkezdtem versenyezni, akkor amatőr kategóriában 2003-ban 24-ből 21. helyen végeztem. Hát valljuk be őszintén, hogy ez nem egy túl gyönyörködtető sportkarrier kezdete. Ellenben nagyon-nagyon motivált voltam, és tényleg, és volt kedvem versenyezni. Ez nagyon fontos, hogy szeresd a versenyhelyzetet. Az elején még utálni fogod, de aztán megkedveled. Készen állok a világbajnokságra, és valamiféle rekorddöntésre. Figyelj, ez például, amit most csinálok, ez már egy rekord, hiszen soha az életben nem tekertem ennyit egy ilyen biciklivel. Tűnivel hátra, de 20 évig ezt köztem. Ezek hogy érted? Ne szórakozz már velem! Ilyen érzés hátsugőben. Mondjuk ez nagyon jó, ez borzasztó jó, főleg így, hogy fogod. Ez a kiindulási pontunk, és a legtöbb ugrást ugye innen hátsugőjékről elrugaszkodva teljesítjük. Én edzettem minden nap, amikor 13 éves voltam, és nekem egy ilyen 6-7 hónap után sikerült körülbelül 5-6-ot pattognom hátsókeréken. Annyit tudok csinálni, hogy így körözök, és nagyon veszedelmesen nézek rád. Ez csak olyan fura. Ugye neked is szerintem tök szokott az elején, mert nagyon hosszú a tengelytáv, széles kormány van. Uh-huh. Éppen ezért ugye nagyon nehéz dolgod van. Nagyon imbolyog is menet közben, szóval ezt vettem észre. Igen, viszont alapvetően ezek a bringák nem arra lettek kitalálva, hogy akár 15-20 kilométereket tekerjünk vele. Ezek kizárólag arra lettek specializálódva, hogy a lehető legrövidebb távolságból a lehető legnagyobbat ugorjuk vele. Aha, de te szoktál bringázni? Mármint, hogy eljutni A-ból B-be 20 kilométert tekerni? Vagy az nem opció? Mert erre BMX-el kezdted, az sem egy ilyen hosszú távfutó bringázás. BMX-el kezdtem, igen, így van. Egyszerűbb a távolságokat szelni BMX-el, mint mondjuk triálgéppel, mert ha ezt most így behajtod, nagyon keményen, akkor is kb. Ilyen 10-12 km/h sebességgel tudsz közlekedni, ami nem olyan sok. Jó, de van neked bringád, amivel közlekedni lehet? Nekem már egyszer majdnem volt. Tényleg? Tehát nincs bringád közlekedés, ez tök érdekes. Egyébként van, tehát apumnak van olyan bringája. Ismersz olyat, akinek van? Igen, ismerek olyat, akinek már egyszer majdnem volt. Ez itt most, ott bent, az nagyon kemény, tehát hogy azt nagyon kívánom. Hogy ez most durva lesz? Ez nagyon durva lesz. Ezek a pályák kifejezetten motorra lettek kitalálva, és az, hogy mi bringával ezeket meg tudjuk csinálni, ahhoz azért tényleg nagyon hosszú éves gyakorlás kell, valamint óriási ugrás magasságok, amiket tudnod kell, mire ide érkezel. Van olyan része, ami kicsit aggaszt ennek igen, a pályának? Igen. Na, hát mesélj erről az, igen, így van. Hát most én nagyon nehéz elmondanom neked, mert körülbelül 75 darab betonkocka van bent, nem ezért... Ez oda néz, nem? Ez az ajtó. Nem, mert a security... És oda is sem tudunk eljutni? Megpróbálhatjuk, de... Hát nekem visszaküldenek minket. Hagyol lőni, csak nem fognak. De nem tudunk visszamenni, várjál. Itt nem, ez becsukódik és arrivederci. Menjetek ti! Én meg...
meg itt tartom az ajtót, hogy vissza tudjatok jönni. Jutassam meg. Ott van a legmagasabb pályaelem. A legmagasabb pályaelem, na oda egyébként feljutni nagyon nehéz. Ott egy rossz mozdulat és gyakorlatilag többi 4 méter magasból fogsz lezuhanni, tehát nagyon rizikós a dolog. Itt morzézgatsz itt. Mit jelent segíts, ó, segíts? SOS! Jöttek az őrök. Mennyibe kerül egy ilyen bringa? Ez a bringa, ez kb. Egy olyan 650-700 ezer forintos értéket képvisel. Standard ár. Nagyon balonos hátsókereket használunk. Pontosan azért, mert a legtöbb ugrást hátsókerékről indítjuk. A legszembetűnőbb különbség egy normál kerékpárhoz képest az, hogy gyakorlatilag nincs rajta nyereg. Amikor ugrunk egy magasat, vagy éppen hatalmas meg távokat ugrunk át, akkor nagyon fontos az, hogy tudjuk használni a mozgás tartományunkat, és ne akadjon belénk a nyereg. Egy dolog egyébként ezeket a technikákat megtanulni úgy, hogy az elején csak gurulunk. Ezt biztos, hogy benne, hogy te is meg tudod csinálni. Gurulsz, a gurulás és megy. Első kereket behúzod. Megemeljük az első kereket, megtanuljuk megemelni a hátsó kereket, megtanuljuk megemelni mind a kettő kereket, a bunny hopot. Ez tényleg ez mindegyik kerékpár szakágnak az alapját képezi. Aztán triában megtanulunk úgy megállni, hogy nem kattogunk. Aztán jöhet az, hogy megtanulunk egy kerekezni. Összehangolod az ujjad, valamint a pedál mozgását. Gondolok én most arra, hogy ilyenkor mindig be kell húzni a féket. Hát mennyire gyakorlatilag... így beszélgetni? Hát ameddig el nem savasodnak az izmai, mert így sok elég egyébként szerencsére. Tehát, hogy ez még egy negyed órás beszélgetés, így benne nem, benne nem, a verseny. Nem, azért azt muszáj lerakni a keretet. Viszont Robi, te azt mondtad, hogy ki akarod próbálni, mert neked vannak ilyen élményeid, emlékeid. De nem tudom, hogy ráengednek egy... Jaj, azért már, ez már régen volt. Ez már nagy így. Ember, nagy ilyen súlyos. Na milyen érzés újra nyerekben lenni? Nagyon jó. Sosem voltam még triálringán. Nagyon más, mint egy rendes bicikli. Igen. Megnézed, Robi. Jó. Egyébként tök jó, meg tudta emelni mind a kettő kereket. Nagyon erős törzsnek és szomnak kell lenni ahhoz, hogy az ugrásokat ki tud vitelezni. Nem, mert csinálom például ugrást, mert nagyon-nagyon más ugrikben. Nem merem. Igen, ennyit mondod, én sem merem. Nem merem. Nekem az a célom, hogy minél tovább ebben a sportágban tudjak tevékenykedni. Akár szeretnék majd gyerekekkel is foglalkozni, átadni a tudásomat a fiatalabb generációnak, hogy ha ezt a sportot választják, akkor valami igazán fantasztikusat választanak. Nagyon fontos, hogy ténylegesen bárki bármilyen sportágat választott magának, az első számú cél soha nem a megélhetés legyen. Mert hogyha az, akkor valószínűleg nem fogja tudni elérni. Mert hogy előbb csalódik, mint hogy az eredmények jönnének, nem? Igen, egyrésztről, másrésztről pedig azt gondolom, hogy a sikertitka az is, hogy magát a sportot, a sport szeretetét és szenvedélyét helyezed előnybe, és nem a pénz csinálás.